Tisztelt érdeklődők, túri diákok és mezőtúrhoz valamilyen módon kötődők. Élő tisztelettel köszöntöm valamennyiüket. Külön a régi ismerőseket, akiket már nem is tudtam meg sem ismerni, mert olyan régen találkoztunk. Na de mindenképpen élő kötelességem az, hogy egy személyt külön tisztelettel köszöntsek. A régi rómaiaknál volt egy ilyen hagyomány, hogy összejöveteleken mindig a legnagyobb tisztességes kort megélt illetőt külön köszöntötték. Ez kijárt magának a megélt kornak is. Hát jelen esetben éppen Lapis Károly professzor úr, akit már ugye köszöntötték, öreg diák ennek az alma máternek, hogy milyen tevékenységet végez a világban, ez most nem ide tartozik. De híre, azt kell mondanom, hogy egy szóval nemzetközi hír, az említett Széchenyi díjat is ebben ebéri munkásságért kapta. És hát még az is egy külön érdem, hogy ő még egyben szerencse is, hogy még Benkő Gyula tanárulat hallhatta. Őt ilyen módon a sors megajándékos abban a lehetőséggel, hogy egy ilyen nagy formátumú természettudós tanárnak a tanítványa lehetett. Ugye kedves Károly bácsi, ebéri minőségedben is ismételten köszöntök. Ha leülök, akkor talán jobban lehet hallani, és ez a mikrofon is talán jobban segít. Azért még adós maradtam egy dologgal. A kordot ilyenkor illő, hogy megmondjam akkor, jó? Már tavasszal elmúltál 90 esztendős. És ez ilyen alapon úgy hiszem, egy tapsot meg is érdemel tőlünk, mert ez nem érdem csupán, hanem ajándék a sorst, hogy valaki ezt így meg. Ilyen állapot, mint ahogy te is vagy, Károlyban. Hát kedves itt lévő közönség, tanárkollegák, egykori Benkő Gyulás, egykori kisdiákok, én a magam mondandóját egy emlékezés keretében próbálom elmondani úgy, hogy legyen ebbe egy olyan személyes vallomás, amelyet ki nem kerülhetek. A másik dolog pedig az, hogy ez a találkozó túl az emlék idézésen túlmenően legyen egy értékteremtő visszaemlékezés is. Emlékképek Ecsekpusztáról, Herman Ottóról, Finta Sándor nyomán, alcím is er már nagymértékben úton is. Hát akkor lássuk a következőket. Nagyon távolról kezdem a dolgot, mert nekünk a ködös honunk a Kárpát-medence, amely iskola példája a tájegységnek, benne a különböző tájalkotó és tájformáló tényezők, a föld szerkezete, domborzata, éghajlata, vízhálózata, növénytakarója és mindezeken felül, de mindezekkel együtt az ember kultúrát teremtő műtárgy kialakító tevékenysége olyan egységbe olvadtak össze, fortak össze, amelyhez hasonló földünkön egy sincs. Ezt nem egy mai, mondjam azt, hogy divathajhász újságból vettük, hanem olyan tanulmányból, amelyet Burla Béla és Mendől Tibor, Gróf Teleki Pál földrajztudósnak voltak ő a tanítványi, 947-ben vetettek papírra. Most ebben az említett pirossal szedett mondatban, amelyhez hasonló földünkön egy sincs, valami kivételes adottságát jelenti ennek a tájnak, mégpedig az, hogy hát a tájaknak megvan a maga karaktere, de a Kárpát-medencének mindenek felett különös módon megvan ez. Hát így néz ki a Kárpát-medence a maga egységében. Egy szinte hézagtalan hegykoszorú, ezt a Duna töri át Dévénnél és a Vaskapon, amikor kimegyen, a többi teljes egészében azt lehet mondani, hogy egy hézagtalan hegykoszorú, és a vizek ezáltal befele folynak.
Két olyan kis víz van, amelyik e tekintetben ezt a törvényszerűséget megszegi. Ott fent a poprádi medencében, amikor kifele folyik, és a Kárpát-medencéből a vizét végül a víztalán keresztül a Balti-tengerbe önti. A másik pedig az a kis valamivel nagyobb folyó, ami délről indul el, arról vidékre, ahol éppen professzor úrék is születtek és munkálkodtak. Legalábbis mindenképpen tanáraikban ezt nyugodtan el lehet mondani. Tehát onnan származnak a tanáraik. És ez a kis folyó pedig nem az az Olt, amelyik a Vöröstorony szorosnál a Kárpát-merencét elhagyva a Dunába köt ki végül. A többi ilyen módon nem rakoncátlan, hiszen a vizét befelehozva szétteríti. És ebben a kék foltonnak a nagy aránya egy másik folyónkhoz kötődik, ez pedig maga a Tisza. Na most a legnagyobb magyar, aki a Tisza völgyét ebben a kék foltban jelöli meg, ezt mondja: a Tisza völgy fajtánk bölcsője, ahol a legtöbb eredeti magyar lakik, és tömérdek a lappangó kincs. Ez egy olyan mondat, amelyet talán még egy pár évvel korábban kimondani szitokszónak számított. Fajtánk bölcsője. Ezt én megértem, amikor egy könyvet akartunk megjelenteni ilyen címmel, akkor azt mondták, hogy ez egy irredenta kitétel. Hát mondjuk ezt nem mi mondjuk, a legnagyobb magyarnak a bölcs mondata, ez így ebben említett, idézem még egyszer. A Tisza völgy fajtánk bölcsője, arra a legtöbb eredeti magyar lakik, és tömérdek a lappangó kincs. Na most a régi tanárok ezt a tájat ilyen értelemben élték meg, és tettük magukéval, és adták tovább, amikor tanárá lettek, a világnak bármely tájára is kerültek. Ha most ezt a dolgot próbálnak kicsit talán cifrázni, akkor azt mondom, hogy igen, ez a táj megmaradt a hegykoszorújában, de ebbe valakik belehúztak egy piros vonalat. Ezek a piros vonalak, ezek nem mások, mint a mostani határnak a vonulatai. Tehát a Kárpát-medence, mint egységes nagy táj, darabjaira hullott. Torzóvá lett, és ennek, hogy mi volt az előzménye, ezt tudja mindenki, hát nyilván Trianon. Ha most tovább lépünk akkor ebbe a tájban, akkor lehet látni, hogy ez a nagy félországnyi határon túllévő szlovák, ukrán, délvidéki és román terület a Tisza völgyének az egységes táját jelenti. Hát a legmagyarabb folyó egyértelműen a Tisza maga. Mert a régi Kárpát-medencében is határon innen eredt, és határon túl ömlött bele a Dunába. Ez ma is így van, csak ennek legfeljebb az országhatárok valamiként a módosításával a Tiszát torzóvá teszik, legalábbis Tiszavölgyi értelemben. Tömérdek a különböző kisebb-nagyobb vízfolyás, ami a Tiszát a maga vízgyűjtő területével együtt a másik legnagyobb magyar folyóvá teszi, a Dunát követően. Ha most ezt a térképet kiragadom, és akkor ebből egy kivágatot csinálok a kék foltok mentén, akkor megjelenik egy olyan hatalmas nagy vízfelület, ami a Tiszának és annak a vizeinek a kiáradásából keletkezett. Hát a mi vidékünk, ez a bizonyos vizsgált középalföld Tiszán túl, és ebben mindenképpen benne van a nagykunság, a nagysárét és az a bizonyos, tehát három fölnek nevelt harmi tájegység, a Hortobágy, hiszen a Hortobágynak ez a kék folt egészen találkozik a karcagi határban lefelé jövet, délnek az említett két nagy kiáradó területtel. Ez a terület, tehát amit három fölnek nevezett a bölcs népi tájismeret, ebben a tájban három folyónak, Tiszának, Hortobágynak és a Berettyónak a területén hozta ezt a tájat létre, és ezáltal, mint egy ilyen terület, magját jelenti ennek az egész Kárpát-medencei egykori vizes tájnak. Ugorjunk tovább a témában. Itt már megjelenik a névadónk Benkő Gyula tanár úr, Árkosi Benkő Gyula, született, meghalt dátuma ismert,
És én mellé feltettem azt a másik tanárt, Szász Károlyt, aki viszont nekem volt a tanárom a Kisújszárlási gimnáziumban. Őket mi az, ami összeköti? Szinte egymást vele születtek ott, abban a tájban, amit már most nem akarok ide visszahozni, de azért csak mégis megteszem. Itt, ebben a tájban, ahol is, ez a bizonyos terület már egy ilyen kiszögelés a Nagy Kárpát-medencei tájnak, és hát ez a terület pedig nem más, mint a Kovászna, Máramoros szigeti részek. A máramorosi háromszéki havasoknál vagyunk, és ugye ez a terület már olyan tájtanálkozás, ahol egy dombsági táj a maga fenyveseivel, hisz itt már a magasan vagyunk, ezzel a hegykoszorúnak a magas fekvésű csúcsaival alkotja azt a egységes tájat, amelyet mind a ketten hazájuknak tekinthetik. Tehát jelesül maga Benkő Gyula is, és az én egykori tanárom pedig, hát a Erzsike téged már nem tanított, igaz? Nem tanított. Maga Szász Károly tanár úr. Most érdekes, hogy az emberben a tájnak, az emberre a tájnak a formáló hatása a törvényszerűen megtalálható. Ezt ha tagadja valaki, akkor valamit nem ismer. Márpedig a tudatlanul is belénk ívódott tájvonatkozások, azok a tájjellegek, tájértékek, azok bennünket egy életen át végig kísérnek. A világnak bármely tájára is kerülünk, ez akkor is ilyen módon igaz törvény. Tehát maga különösképpen a fogékony gyermekkorban megért tájélmény, az embert egy életen át végig kíséri. És akkor ide visszajövet. Mi volt bennük a közös vonás? Az, hogy ezek a tanárok még természetrajz tanárok voltak. Tehát nem biológia tanárok, hanem természetrajz tanárok. Azaz tanították a biológiák növénytan, állattan vonatkozásait, de ugyanamódon tanították például a földrajzi vonatkozásokat a tájnak a jellegéből adódóan, és tovább menvén azt kell mondanom, hogy egy kis kémiát, egy kis víztant, ami különös fontossággal bírt egy táj életében, és nem utolsó sorban néprajzot. A nép léleknek azt a értéktárát, amelyet az adott táj jellegében, értékében hordoz. Na most a mai világ tanára már nem ilyen. Időközben a természetrajz tanár kiveszett, a tantárgynak a neve is átment biológia tantárgyá, és ekkor már mindent tanulunk, csak éppen a tájnak leszünk most a gyermekei. Tehát a táj számunkra már nem válik egy fontos értékké. Nos, ők abban voltak kiváló mesterek, hogy ezt a tájismeretet szuggesztív módon tudták továbbadni. Előadásaikat, ha visszaemlékszünk rá, szájtátva hallgatta a diák. Én magam azért lettem biológia tanár, mert egy Szász Károlyt hallgattam, nagy áldás a sorsnak. És hogy milyen az értéktári vonatkozás egy ilyen leképeződésnek, hogy amikor én 50 után 2 évvel egyetemre jelentkeztem Debrecenbe, akkor Szász Károlynak, egykori tanárának, Jeresür Kádár László professzornak voltam a bizottságában, mint felvételiző. És akkor mi történt? Kádár professzor elkérte a bizonyítványomat, és kinyitotta. Kisújszárlás Móricz Zsigmond gimnázium. Ki volt a tanár, ez volt a kérdés. Földrajzból Kis Kálmán tanár úr, biológiából Szász Károly tanár úr. Mi volt a válasz rá? Egyik tanítványa volt, a másik meg tanárom volt. Tehát nyilván Szász Károly volt a tanára. Becsukta és visszaadta a bizonyítványt. Nem volt több kérdés. Mert ha azt mondjuk, hogy ennek az embernek elég volt annyit a hitelesség szempontjából meghallani, hogy egyszer már 2 emberhez kötődött tanítványhoz is adott szellemi értéket tolmácsoló egykori tanárához, ez akármilyen süket gyerek, akkor is legalább majd már tud, mert ragadt rá tőlük valami, ami már ezt a gyereket talán az egyetemre talán joggal felvetheti. Na hát én ilyen módon kötődtem akkor az említett
majdnem egy időben született két tanárhoz. Benkő Gyulával azt kell mondanom, hogy sajnos nem volt szerencsém találkozni, bár akkor megtettük volna, amikor számos kiránduláson, amelyeket ők szerveztek, össze tudtunk volna futni. Na most a másik, ami nagyon lényeges, a tájismeret vonatkozásában ezek az emberek a képzettségükből adódóan kiváló tájismerők voltak. És ezt úgy lehetett megtanulni, megtapasztalni, ha kirándultunk ebbe a tájba. Tehát a mai világ embere már a kirándulást teljesen más értelemben. Menjünk fel, Pesten van valami, nem tudom, diszkó, nagy, valamilyen nagy rendezvény, arra feltódulunk. De már maga a tájismeret, még a közelebbi tájt is ebbe beleértve, az háttérbe szorul. Mert a táj, mint lényeges elem, az kevésbé fontos. Egy pillanatra még ide visszajönnénk, amikor ezt a dolgot nézegetjük. Még egyen visszább jövünk. Ami az egészben egy nagyon lényeges mozzanat, és ezt számtalan példával lehet igazolni, hogy a hegyvidéken élő ember, és mind a két tanár hegyvidéki tájról jött, ahogy jön az Alföldre, egyre inkább ebbe a tájba beleszerelmesedik. Mert megértette a lényegét. Az itt élő ember ezt nem érti. Mert a megszokás minden szürkére mázol. A legnagyobb magyar a nyugati végeknek a születtem, azt mondja Széchenyi István, hogy a Tiszavölgy ugye fajtánk bölcsét elébezzel idéztem, akkor rájön arra, hogy ez a táj hiába volt ő ott a Alpok alján, született is, nevelkedett, de neki elég volt olyan a tájon áthaladni, amikor ment Vihardiószegre, katonáskodó állapotban, akkor a tájon átlovagolva olyat érzett meg is látott meg, amit az itt élő ember már nem lát. Az Eszmetöredékek című munkájában, ami a legnagyobb munkáját jelenti Széchenynek, ezt a hitel elé is teszem számos tekintetben, ez hogy világosan ki is fejti. De hogyha azt mondom, hogy egy felvidéken született vízmérnök, Vásárhelyi Pál is, számára Tisza vált fontossá, mert ugye számára az egész vidék érthető volt, mert a kontraszt a két tájban észrevette a Tisza javára. De amikor egy alföldet fásító Kán Károly nagykanizsa születte a Dunántúron, az alföld ügyét teszi első helyre politikai programjában. És sorolhatnám a dolgot még. Tehát érdekes dolog az, hogy a hegyvidéken született ember, a síkság, az itt élő ember jobban megismeri, jobban megbecsüli értéke szerint is. Következésképpen, tehát számára ez a táj nem az unalmas nagy sík semmi, senki földje. Hát az, hogy mondjuk egy Petőfi Sándor ebben a tájba beleszerelmesült, az ez teljesen evidens dolog, hiszen ő alföldi gyerek volt, és a lényeget láttam, és itt van egy másik, ugye a tájban, ha valaki a lényeget nem érti meg, nem látja meg, akkor semmit abból nem tud mondani. Azt nem tette magáévá. És amikor egy Petőfi Sándor a Hortobágyra érkezik el, és akkor azt mondja, hogy mély fönséges a hortobágyi táj. Fönséges, mert számára ez már egy értékkategória, de lehet-e fönséges az, ami nem egyszerű? Tehát a maga egyszerűségében látta meg a Hortobágyban a lényeget. Benkő Gyula a kis Hortobágyban, az Ecsekpusztában, ugye ezt vette észre? És ebben nagyon harmadjára térek vissza, a felvidéki volta, tehát a hegyvidéki volta, ebben nagy mértékben őt befolyásolta. Na haladjunk idővel, nagyon el vagyunk már késve. Nyugodtan akkor? És itt vagyunk már is, ugye Ecsekpusztán. Ezek az itt felsorolt területek mind valamilyen zugrészek. Na most itt van egy érdekes probléma, hogyha fentebbre mennünk északnak, ott már Hortobágy Berettyő főcsatornáról beszélünk. Ha a Balajhídnál Turkevétűt megyünk befelé a körös torkolatig, akkor pedig már megint egy csatornázott folyóról beszélünk. Hortobágy Berettyő főcsatorna a neve. Na most,
amit Benkő Gyuláék észrevettek, hogy ez egy olyan megmaradt értékében mindenképp egy konzervált táj, ahol a szabályzások során semmilyen kanyar átvágást nem csináltak meg. És ez még mindmáig rejtély. Szakemberekkel konzultálva, hogy akkor ezt miért nem vágtak kanyarokat, de miért nem csináltak egyenesen egy nagy csatornával, mint a többi szakaszát. Északnak és délnek pedig lent. Óriási szerencsék vitt ebből a régi alföldi vízi világ, hogy olyan táj maradt meg, amit még Benkő Gyula láthatott, és még mindig, ha lenne, most neki módja kimenni, még mindmáig látná. Tehát ez a bizonyos szabályzási munkáknak egy nagy rejtélye, de óriási hozadéka. Most, hogyha ezen a tájon tovább megyünk, akkor erről jelentem meg különböző publikációk. A Tájakorok Múzeumban egyik turkevei tanár megírja ennek a rövid históriáját. És akkor itt a témát nem szaporítom szóval tovább, váltsunk egy további témára át. Van egy polgármester, Gál Kálmánnak hívják, nagy időt megélt ember, 2 év híján 30 évig volt polgármester. Abban a bizonyos békeben időben, amikor már a reformkornak a hozadéka a vidékre is átvetült. Ha volt egy tehetséges polgármester, a csodát csinálta maga a településében. Gál Kálmán ezt csinálta. Olyan polgármester, akit a mai értelem is azt kell mondani, hogy a polgári gondolkozású, tájban gondolkozó, értékteremtő polgármesternek kell titulálnunk. Na és akkor ez a polgármester hogyan keveredik össze, vagy kerül kapcsolatba Herman Ottóval, nagy polihisztor magyar mindentudóval. 1893-ban, itt van egy dátum, augusztus 22-én Tiszacsege határában lett volna egy látogatásom, a milléniumi kiállításhoz adok anyagot gyűjtő módon magának Herman Ottónak. Felvesz a kapcsolatot, említett polgármester, és akkor megállapodnak a jövetelben. Meg is érkezik Herman Ottó kisújszállásra, és jött a sürgöny, hogy a kolera vész Kecskés pusztán, a Hortobának ez a keleti nagy pusztáján kitört, zárlott. És akkor mit mond az értéket követő polgármester? Van egy másik megoldás. Irány délre, Ecsek pusztára. És akkor jönnek a kevi polgármesterek, annak a teljes családja, jobbnál jobban nevel gyerekek, és akkor ilyen alapon akkor, tehát akarva akaratlanul Herman Ottónak ki kell jönnie a Kecskés pusztai Hortobágyról ide. És mit lát? Ősi pásztor építményt, a kontyos kunyhót, amit utána majd fel is épített egy olyan emberrel, aki a pusztában csikóskodik, jelesül az az ember, akit talán esetleg többen fel is ismernek, regényhősé válik, maga Finta Miklós. Nagybátya annak a világhírű művészé lett, Finta Sándornak. És rájön arra Herman Ottó, hogy az ember olyan csodákat tud neki mutatni, amit még a Hortobágyon sem látott más hortobágyi részeken. Nem látott a más pusztai részeken is a kiskunságban, mert ezek eredetileg úgy maradtak, mint egy konzervátumok. És nagy szerencsénkre nem történik más, mint ez az ember, akit felvisz a milléniumi kiállításra, megkapja a közreműködői érmet, és amit aláért maga Vekelle Sándor, az akkori magyar miniszterek, a legnagyobb formátumú miniszterelnökök egyike. Na most akkor érdekes dolog, hogy ebben a pusztai tájban ott van egy 12 éves gyerek, aki mindenbe belefecseg. Ez Finta Sanyika. És Hermannak feltűnik az a gyerek annyi mindentől a pusztai világról, hogy még a felnőttek sem nagyon tudnak. És mesélteti. Élőhelyeket mutattat meg vele. És kérem, az ember Herman Ottónak a jóvoltából Nagyváradon tanul,
hogy utána pedig világgá megyen. És lett bele fint a Sándor, a világ egyik leghíresebb művészem, a finták legidősebb tagjam, majd Gergely megy, utána pedig majd Sámuel követi, ez a három finta, akik Turkevén nevelkedtek és hihetetlen nagy karriert futottak be. És ebben az esetben az ember elgondolkodik, hogy akkor nem találkozik ez a szellemóriás Hermann Ottó egy ilyen mindenbe beledumáló gyerekkel, akkor lehet, hogy a világ egy örökös értéktári gazdagsággal szegényebbet volna. Lásd ugye Adinak a híres ugye, poéta verse, ugye, amit nem más, mint olyan mértékben mondta, hogy a Hortobágy poétája, aki tehetséges volt, oda veszett. És akkor ez a dolog itt már most közelít Ecsepusztán ismételten vissza, mert hogyha most ezt tovább viszik, akkor élményeit megjelentette a Kisbolytár címén Amerikában, egy ilyen, mondjam azt, hogy cowboy regény formájában, egy New Yorki nagy napilapnak a folytatásos közlésében, és ebből kiderül az, hogy a Kisbolytárnak a megért élménye már egy felnőtt, mondjam azt, hogy világhírnévre szertett tudós művésznek a tollából, a világ publikumába kerül. És amikor ezt a könyvet kiadják most újfent Mezőtúron, vagy a Turkevén, akkor én a könyv, amit most jelentettek meg egy kb. 2-3 hónappal ezelőtt, hasonlás kiadásban, hihetetlen érdekes olvasmány. Na most ezt én tanítványommal kipróbáltam, amikor még ez a másik volt meg, odaadtam nekik elolvasásra. Belebolondultak és beleszédültek, mert olyan élményben volt részük, amit egy ilyen megélt gyermeki regény, gyermeki élmény alapján megélt regény semmilyen másra nem tud pótolni. És itt vagyok az értékenek annál a tárházánál, hogy mi hát akar az a bizonyos tehát értékgazdagság, amelyet egy pusztai embernek a birodalmából valaki megtapasztalhat. A lényeg. A mai világnak nem az a gondja, hogy pápa szemje van, és ezáltal nem lát, hanem az agya is valamilyen módon homályba borult. Azok a roppant egyszerű emberek, akik a világnak a lényegét ott a maga valóságában értik, mint éppen például Finta Sándor is, annál egy adatközlővé válik egy Hermann Ottónak, és a kapcsolat pedig kölcsönössé válva, Hermann Ottó ezt a gyereket értéket látva benne, hón alá veszi. Így válik akkor tehát a dolog, kérek egészen, amikor azt mondtam, hogy az értékek, azok önmagukban léteznek, vannak, ezeket vagy megértjük, vagy pedig ezt hagyjuk feledés homályában veszni. Ha tovább megyünk akkor ezzel a képen, akkor nézzük akkor azt, hogy mi az, ami Benki Gyulához kötődik, mostán szűkebb értelemben. Az a bizonyos Hermann Ottói világ, amelyiket mi Ecsepusztán tudunk kötni. A Jászkunságban 1955-ben megjelenik egy írása Benkő Gyulának, és ez a könyv, pontosan ez egy folyóirat, címében Híradás Ecsepusztáról címet viseli, 1955-öt írtunk, és akkor ez a cikk itt bele fénymásolva, még illusztrálva is néhány finta rajzom, megjelenik 1955 kora tavaszán. Na most Benkő Gyula bácsi azt a bravúrt elköveti, amit én egyébként rendkívül módon tisztelek benne, hogy tehát ezt a kincset, amit ő ott Ecsepusztán felfedett, meg akarja osztani az az ember, akinek ez gyermekkor élményében már egy érték valóság. A cikket kiküldi neki. 1955-ben a világ eléggé háborgó volt. Ezt a cikket az akkor már hát a nyugatnak számító világra, hogy ezt addig késleltette ki az, aki ezt ezen a cikken valami megült. Az idő úgy telt el, hogy ez a levél egy év késéssel érkezik meg Amerikában, Los Angelesben. Címezve magának
az akkor már világhíres Finta Sándornak. Akkor már a művészek művészének számít a nyugati világban mindenütt, mert erre rászolgált. És egy év elteltével, 1956. július 13-i dátumban Benkő Gyula levelet kap Los Angelesből, Finta Sándortól. Ez a levél Pirosának a birtokában van, ezt már többször is ilyen módon sikerült megszereznem. Hát az egészben az a legkülönösebb, hogy ez a levél, amit küldött egy cikkel együtt Finta Sándornak Benkő Gyula tanár úr, őt szíven üti. Hát a gyerekkori élmények valamilyen módon benne feltámadnak. És akkor egy ilyet ír, hogy az említett cikk, hogy talán az egész világon én vagyok az egyedül élő lény, akit a cikke legjobban itt ez nehezen olvasható, legjobban érdekelhet, igen, így van. Na most, amikor ez a dolog már Finták a birtokába kerül, akkor történik a következő, ez a levél visszajön akkor most már tőlem, és hogyha jól olvasható ez a bizonyos szöveg, minden jókat kívánva maradok, kész híve, szíve, szeretettel, Finta Sándor, az Amerikai Angol Költők Akadémiájának tagja, volt Ecseki Csikós bolytár. Ez a levélben az aláírás. Aláírva Finta Sándor dedikált formával. Nos, hogyha ezt így az ember megpróbálja sommázni, akkor egy dologra rájön. Az érték az nem válogat, az érték az önmagábaniság. Az, hogyha valaki ezt egy levelet egy túri tanártól megkap Los Angelesben, az nem egy levél a sok közül, hanem egy különleges érték. Az ember olyat írt meg nekem, amit én átéltem gyerekkorban, és nekem ezt tudtom adja, közkincsé teszi. És ez ilyen módon fogad, azt mondom, hogy a kölcsönösség fennáll. A tisztelet Benkő Gyula tanár úrtól iránta, és a tisztelet viszont minden jókat kíván maradok kész híve, szíves szeretettel Finta Sándor, az Amerikai Költők, Angol Költők Akadémiának tagja, volt Ecseki Csikós bolytár. És az aláírás után még nem azt írja, hogy akkor már világhírű képzőművész, hanem volt Ecseki Csikós bolytár. Szóval ezt megvallani a nagyságnak a kategóriája. Na most a mai világban én csak zárójelben mondom, dupla zárójelben, hogy hány embernek írtunk már levelet adott ügyben, kérve bizonyos módon nem pénzt tőle, valami támogatást kérve tőle. A landoló hely maga szemétkosár volt. Mert mit akarnak ezek itt? És ilyen alapon, hogyha ezt ember meggondolja, akkor rájövünk arra, hogy no, ezek az emberek eltévejültek, mert ezt, hogyha meg lehetne tanulni egy Finta Sándortól, ezt másképpen kéne csinálni. A levél egy évig bolyongott 55-ben, míg aztán végül ő megkapta, ezt ír is a levelének az elején. És hogyha valaki oda meri ezt, hogy volt Ecsegi Csikós bolytár, az önmegvallásnak a legemberibb kategóriája. És akkor végül még egy Balogh Jánosról kell szólnunk, de hogyha megengedik, még intermezzóként, ezt megelőzően, bevágok egy természetbúvár cikket, ezt nem vetítem ki, mert ez írva találtadik a tavalyi első számában a természetbúvárnak, ennek egy darabját már kivetítettem, amikor is a Herman Otto év kapcsán Ecsekpuszta említésével, Herman Otto Ecsekpusztán címmel megírtam ezt a cikket. Na most ez ilyen tény talán nem is különösképpen érdekes. De hogyha most azt mondom, hogy ez a bizonyos cikk, amiről tájékoztatta Finta Sándort is Los Angelesbe, Benkő Gyula tanár úr, ez kifény másolva, ez kereken 8 oldal. Egy olyan cikk, ami ismeretterjesztő munkaként jelent meg.
De van három olyan dolog benne, amit én feltétlenül módon még időm, hogy ezt megengeditek, még ha belefér. Akkor jó. Ebből idézem a következőket. A magyar alföld régebbi formáját éppen a 12. órájában talán még talán meg lehetne menteni. Mert elmugasztjuk ezt a pillanatot, és visszahozhatatlanul elpusztul egy olyan sajátos táj és életrajz, amely hazánknak a legkarakterisztikusabb tájának, vidékének számít. Tehát ő ezt a kis parányi kis ecsekpusztát a legmagyarabb tájak, legkarakteresebb tájaknak tekinti, tehát értékét ebben a maximális kategóriában említi. Majd lentebb egy következő olvasható. A híres ecsegi pusztát, a puszta életet is mindinkább a színe hagyottabb kategóriába soroljuk. Tehát, hogy elfeledjük, nem is egészség, ami nincs, nem tudunk róla érdemben nyilatkozatokat, de nem is létezik. Ősi madárvilág is lassanként pusztulóba van. Az állatvilágából maradt meg még néhány, és itt a túzokra gondol elsősorban, ez másit már említi. A pásztor életnek is pedig még egy-néhány vidéken még felmutatható módon maradt meg néhány maradandó emléke. Tehát a pásztor épít meg a pásztor kultúrának bizonyos hagyományai. Na most ez azt mondja, hogy utána nagyon fontos mondat következik, bár ennél területileg jóval kisebb volt, mint a Nagy Hortobágy, ezt Kishortobágynak nevezzük, de értékében az felülmúlja. A világörökségbe került Nagy Hortobágy, a értelmezésében egyértelműen a Hortobágyt felülmúlja. Sűrített Hortobágynak számít a Kishortobágy értékében. És legvégül pedig van egy olyan interem, amit hát meg is fogadtunk szerencsére. Csak egyszer kell látni csendes őszi napon összeverődött túzok farkával, ecsekpusztáról beszél, vagy déli bábos tavaszi meleg napon pacsírták érkezésekor, tavaszi, ugye a pacsírtának vivetelét már egy élményhez kötött módon idézi meg, vagy őszi vadliba húzáskor, jönnek a vadlibák, vagy éppen daruvonuláskor, már most a darvak jönnek, ugye már ősz van, tehát ezt a három részmozanatot nagyon fontosnak emeli ki, és sohasem nem lehet elfelejteni az alföld igazi szépségét, és benne ecsek báját, egy lírai zárása van ez a kis cikk megírva. Tehát Benkő Gyula nem csinált más, mint egy ismeretterjesztő folyóiratban közhíreli az ecsegi értékeket. Csodálatos tagmondat, és benne ecsek báját, tehát a maga szépségét. Ez a tájban a szépség sem utolsó szempontú dolog. És itt van zárásként egy Balogh János akadémikus, aki a Felvidéken születik, ott valahol a Tisza forrása mentén, és utána pedig, miután árva gyereké lett, a rokonság Turkevére hozza. És nagy szerencségre az ember úgy írta be nevét a magyar tudománytörténetben, hogy egyben a legnagyobb Hortobágy tisztelő, ecsek tisztelő, alföld tisztelő, és ezáltal a világnak az alföldet próbálja értékében eladni. Hát ezt teheti is, mert neki a gyermekkor az egykori varázslatos vízi világával ezt megadta, nagyapja kántor tanító volt, és akkor ezt a visszaemlékedésében mindig megemlíti, hogy ő ezt a tájat úgy ismerte meg, hogy a nagyapja hón alá csapta a Hermann Ottó könyvet, a tarisznyájába szalonda, és irányka a puszta. És ott volt kint naplementig. És a tájba gyönyörkölt, a tájnak értékeit pedig szívta magába. Érdekes dolog, hogy ezt a emlékét olyan módon ápoljuk, őrizzük és hagyományát tettük, hogy amikor halálát követően egy évben ecsek pusztának azon a helyén, ahol ő maga vallomása szerint biológussá lett, ez maga a Beretyónak az a
Putrhíd nevű része, ahova mindig rendszeresen kiállt a barátaival, és amikor már javakorabeli állapotba került, akkor nem történt más, mint megvallotta a végakaratát, végrendelkezett. Azt mondta, hogy ő nem a kerepesi temetőbe óhajt megnyugodni, ott nem lenne nyugta, hanem ott kint a pusztán, Becsekpusztán, ahol gyerek korában magába szívta a Becsekpusztai értékeket. Na most ezt a dolgot, és itt ebben a dolgban ne legyen az, hogy most esetleg ebben a dolgban kérkedek, mert ez csak a valóságnak a része, hogy ezt a dolgot Reán bízta. Hogy a végső nyughelyét akkor, hogy ezt kijelöli, akkor holta után honvéd ott helyezzük el. És amikor a turkevélyek kiadták ezt a turkevély évkönyvet, akkor én ebben a cikket úgy írtam meg, hogy ebben arra pillanatra koncentrálok, amikor ez a dolog úgy történik meg, hogy ő vallomást tesz, hogy hol legyen a végső nyughelye. Kocsival mentünk a Berettyó gátján, nem megyek bele részletekbe, 1993. június 16-án volt a dátum, és akkor már az évekkel ezelőtt mindig emlegetett dolgot, hogy akkor ő hadd térjen majd vissza a végső nyughelyre a Ecsegi pusztára, és akkor ezen a napon Feseti Csantal, aki Göttingában, aki éppen vendégünk volt, egy újságírónő szólnok a Néplaptól, és János bácsi volt, aki velünk tartott a Putrid irányába. Odaérve megálltunk. És akkor mondom János bácsinak, hogy most már alkalom kínálkozik arra, hogy ezt a helyet jelölje meg akkor a saját maga akaratát, hogy hol lenne a legjobb a végső nyughely. Tekintetét Turkeve irányába tekintette, fordította, és akkor egy főlehajláson, három ujjal a kisült gyepre mutatott, itt jó lesz, ezt mondta. Itt jó lesz. És ezzel a hely centiméternyi pontosságra, amit ő megjelölt, ez az emlékötlet kialakítva, ott született meg, halálát követően egy évvel, és amikor ezt a szülőhelyről hozott Andezit tömböt Györfi Sándor egy portréval, egy bronzböltött portréval ötvözi, akkor az elolvasható ezen a szövegen, Balogh János született 13, meghalt 2002-ben, akadémikus, ez a táj nevelte gyermekkorában, innen Ecsekpusztáról indult nemzetközileg ismert ökológussá válva, végakaratának a szellemében, ezen a helyen hoztuk létre magát a végső nyughelyet, a hanva itt vannak a kő alatt elhelyezve, Turkeve város önkormányzat és Alföld kutatásért alapítvány volt ennek az egésznek a bonyolítója, mint egyfajta végrendelkezői parancsnak eregettében. Kedves emlékezők, ide zarándoklati hely lévén sokan kijárnak. Környékből, távolabbi helyekről is. És emlékét pedig ezzel a Balogh János díjjal tettük maradandóvá. Minden évben két konferenciát tartunk emlékére, és ez mindig Ecsek környékén zajló folyamatokkal párosul. Születésének február 32-beni dátumán Turkevén, és a harmadik alkalom pedig mindig kint a halálának a helyén, ott az említett emlékhelyen, és akkor adjuk át az említett Balogh János díjakat. Összegezve a mondandómat, ha vissza akarok tekinteni három mondat erejéig a mondottakra, akkor én bennem ez az örök tanulság marad meg emlékként, tanári meg emberi parancs formájában is. Hogy a mai világ miben vétkezik elsősorban az, hogy az, ami számára valós érték lenne a maga egyszerűségében van,
azt kellőképpen nem becsüli. Az értékteremtésnek az a formája mai világban, ha zajlik is, nem vált általános értékkategóriával. Mert van helyette más, és a reklám divat pedig ezeket, azt kell mondanom, hogy nagy mértékben minden egyes lehetőségével felülírja. Tehát nekünk, tanároknak különösképpen örökbecsű feladatunk az, hogy a tőlük tanult értékeket a mai korban is próbáljuk megtalálni, és ezeket ilyen módon közkincsé téve adjuk is tovább. Második dolog. Itt jön be a BenQ Gyula kör, amit Krizsáné Piroska életre hívott tanárkollégáival együtt, és aminek az alkalma ugye most is zajlik, hogy ezeket nem tudjuk a gyerekekbe átplantálni, akkor mi felnőtteknek egymásról akármit is próbálunk elhitetni, nem hiteles. A legfogékonyabb agy a gyermeki agy, és amit ő gyerekkorában magába szív, az annak utána öröklődik generációkon keresztül. Itt jön be az érdeme BenQ Gyulának, meg Szász Károlynak is, hogy ezt a dolgot ilyen módon meg tudták csinálni. És a harmadik dolog pedig az, amit én azért biztatónak tartok a jövőre nézve is, hogy ma már ezek a versenyek a hozadékokat produkálják. Itt van körünk azok az egykori BenQ Gyulások, akik még, hát meg se ismerték, már 30 évvel ezelőtt voltak ilyen korosztálybéliek, és ezek az emberek ma már azt lehet mondani, hogy ma már a gyerekékben, unokáikban lassan tudják ezeket átplantálni, tehát a generációnak a továbbhagyományozó művelete, érték továbbító szerepe, az zajlik. Úgyhogy én ezekben hiszek, és nem pedig a reklámokban, nem pedig a globalizált világ által csinált műtermékekben, és ezért vagyok itt büszke örömmel, hogy ebben a munkában, ha egy mák szemét is már valamit tudtunk cselekedni, Piroskával és a őket segítő kollégákkal, már felnőtt életem egykori körösökkel, akkor csak jó helyen járunk. És kedves professzor úr és kedves testvérem, egykori túri diákok, az alkalmat megtisztelték, nagy tisztesség, mert a mai világban ez megint nem különösképpen divat, a protokollból elegünk van, az dől, arra ugye van pénz, a reklám ugye hadjárata zajlik, de ahol csak azt kell egymást meglátni és meghallani egyáltalán, hát kik voltunk, mi vélettünk, mi a hozadékunk, és az erődéntünk, mi az, amit mi egyfajta kötelességként továbbadunk, akkor ez a feladat számunkra, mint tisztességes emberi szándék, legalább megmaradt, és maradjon a jövőben is. Úgyhogy, ha szabad, ezzel mondotta az áram, hogy a latinokkal kezdtem a mondandómat. A latinoknak volt egy híres római mondása, hogy vivat cressat floreat. Éljen, gyarapodjék és virágozzék. Hát én a BenQ Gyula szellemnek ezt ajánlom. Tisztességgel, becsülettel és remélt sokra menéssel. Köszönöm a meghallgatást!